Szél felkapja, megpörgeti, ide-oda lebben, de csak nem lesz okosabb, hogy hova kéne mennem. 50 általános iskolás diák állt ki a közönség elé elszavalni kedvencét a Magyar Költészet Napja alkalmából 13. alkalommal meghirdetett versmondó versenyen. A legtöbben Arany János, Petőfi Sándor és József Attila közismert gyermekverseivel készültek. Hefner Erika, a zsűri tagja elmondta, külön öröm számára, hogy nem csak alsósok, de felsős diákok is képviseltetik magukat a versenyen. A Költészet Napja József Attila születéséhez kötődik. Nagyon sok József Attila verssel készültek a gyerekek. Külön öröm számomra, hogy ilyen sok jelentkező van. A felsősök ugyan kevesebben vannak, de a felsőben annak is kell örülni, hogyha egyáltalán van olyan gyerek, aki szívesen foglalkozik verssel. Ez egy élettani sajátosság, ezen nem kell csodálkozni, és azt hiszem, hogy ahogy haladunk a korral, ez egyre inkább jellemző lesz. Itt a szervezők ebben így döntöttek nagyon helyesen, bár a zsűrinek sokkal könnyebb lenne a dolga, hogyha azonos egy kötelező verset kéne eldönteni, mert így nagyon nehéz például a most a felső tagozatosok között hallani egy verszibárdokhoz hasonlítani hozzá egy Szösznéne verset, ami Varó Dánieltől van, és nagyon kis könnyed, tehát a két vers súlya nem ugyanaz. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt, hogy az ember úgy döntsön, hogy ne essen sértődés, de mégiscsak reálisan döntsön. Emléke sír a lantom még, no hall meg Eduard, átok fejedre minden dal, melyet zeng felszivált. Molnár Ferenc Regő elmesélte, milyen versekkel készült a versenyre. Megtanultam az iskolában a verszibárdokat, meg az Alföldet is. És hát körülbelül ilyen 2-3-4 hete kezdtük el gyakorolni, meg hangsúlyokat belevinni. És úgy gondolom, hogy egész könnyen ment ahhoz képest, hogy mit gondoltam előtte. És hát a kettő közül jobban szerettem a verszibárdokat, mert sokkal jobban bele tudom magam élni, és egy külön történetet is elmesél. A Alföld meg egy ilyen tájléró, meg egy ilyen költemény, meg a Petőfi Sándor úgy szerette az Alföldet, nagyon szerette a hazáját. Nagyon szubjektív szempontok vannak természetesen. Hát az nagyon fontos az, hogy érti-e a gyerek, amit mond. Ez az első. A másik, hogy van-e köze a vershez. Mert lehet, hogy van egy komoly vershez is, amit azt gondolom, hogy 6. osztályosnak nem való, de mégiscsak valahol megérintette, és akkor már is érezhető a versmondáson, hogy ehhez ő neki köze van. Amíg lehet, hogy egy könnyedebb vers, az csak úgy ilyen könnyű siker, de valahogy mégiscsak kell egy sorrendet felállítanunk. Ez hálátlan feladat, megmondom őszintén, de hát ez a dolgunk. Nagyon okosan a szervezők könyvutalványokat adnak, hiszen hát nem tudjuk, hogy otthon mi a készlet, és mi az, ami őket érdekli, úgyhogy majd a szülőkkel együtt eldöntik, hogy mit kapjanak. Kovács Barbara, a csacsi. És te? Én a Mészi Jálm és Titok Bugár. Én a Petőfi Sándor Arany Latinak. Móra Ferenc a Csókai Csóka. Vajda Tibor, a Tolnai Kulturális Központ igazgatójának véleménye szerint külön köszönet jár nem csak a pedagógusoknak, de a szülőknek is, mert arra nevelik a gyerekeket, hogy szeressék a verseket. Az biztosan látszik, hogy az elmúlt években, tehát most itt egy-két évig ugye nem volt a Covid miatt csak a virtuális versmondó verseny, hogy akkor sokkal többen hoztak olyan verset, ami nem a korosztályuknak, a koruknak való, itt igazán ilyen nem nagyon volt. Aztán nem tévesztettek, tehát nem volt, hogy belesült volna valaki a versbe is. Hát a harmadik dolog pedig az, hogy ez a legnagyobb tolnai iskola második-harmadik osztályos gyerekei, tanulói mondtak itt verset, tehát a tanítónéniknek és az ottani szülőknek is azt hiszem nagy dicséret.
őket is nagy dicséret illeti. Az, hogy, hogy ők még nagyon-nagyon kicsik, tehát rengeteg tanulnivalójuk van, de igazán olyan nem nagyon volt, hogy nem lehetne rá azt mondani, hogy csak tovább, csak csináld. Egyik-másik nagyon-nagyon ügyes a többiekhez képest, úgyhogy bár nem lesz könnyű kiválasztani 3 vagy 6 díjazottat, de én úgy gondolom, hogy az, hogy jó verset választottak, jól tudják, a gyerekek kezdik érezni is nagyon sokan, a legtöbb kisgyerek nagyon ügyesen fogta ezt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy tényleg köszönet azok nekik is, és csak így tovább. Köszönet a pedagógusoknak, akik fölkészítettek, az osztályfőnöknek biztos nagyon benne van a keze mindegyikben, és hát az szülőknek, akik itt vannak velünk, és nyilván otthon is segítették és támogatták a gyerekeket. Az ő igazi épülésükre fog ez az egész versmondás, verstanulás, a szereplésnek a gyakorlása igazán nekik lesz jó, és az ő érdeküket szolgálja ez. A pandémia elmúlásával újra lehetőségük volt a gyermekeknek személyesen kiállni a közönség elé, ahol bemutathatták kedvenc versüket egy magyar költőtől.